hívott vendégeket, kiállítókat, valamint a fehérvári fogyasztókat, akik megtiszteltek jelenlétükkel a fogyasztók kiváló pontja és vendéglátó egysége pályázat díjátadóján. Engedjék meg nekem, hogy a Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület nevében külön szeretettel köszöntsem Horváth Miklós Csavát, a Székesfehérvári Megyejogú Város képviselőjének. A panaszok és a negatívumok mellett igenis el kell mondanunk, és ismertetni kell azokat a boltokat, vendéglátóegységeket, akik egész évben tisztességes kereskedelmi magatartást tanúsítottak, és a fogyasztók érdekeit képviselik. Tehát én úgy gondolom, hogy igazából minél többen szeretnék megmérettetni magukat, és pályázni erre a pályázatra, hiszen én úgy gondolom, hogy a kereskedők igyekeznek jogkövető magatartást tanúsítani. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt hölgyeim és uraim! Mit lehet ilyenkor mondani? Ugye a fogyasztáshoz két dolog kell, kell árú és kell vevő, tehát kell fogyasztó. És akkor, hogyha a fogyasztás akkor működik jól, hogyha ezek a szereplők elégedettek. Mikor elégedettek, akkor, hogyha megvan a bizalom is. Tehát a Székesfehérvár Város Önkormányzata pedig, főleg a vezetése úgy van ezzel, hogy minden olyan kezdeményezést és rendezvényt támogat, ami a városlakók elégedettségét növelheti.